Köszöntöm Önöket újra itt a lélekben. Ma egy igen súlyos pszichiátriai betegséget, a szkizofréniát járjuk körül. Először dr. Szekeres György pszichiáterrel, a Magyar Pszichiátriai Társaság elnökével igyekszünk megérteni a betegség lényegét, biokémiai hátterét. Ön hogy definiálná a skizofrénia fogalmát? A pszichiátria egyik legnagyobb kihívása a pontos definíció. Ma a legnagyobb konszenzus azt a meghatározást övezi, hogy a magasrendű humán tevékenységek, magasrendű humán idegrendszeri működéseknek egy olyan komplex zavara, ami ennek a komplex működésnek szinte valamennyi területét érintheti, beleértve a gondolkodást, az érzékelést, hangulat, érzelmek, viselkedés, akarat, és valamennyi, amivel működünk a mindennapokban. El tudjuk mondani ezt nagyon egyszerűen, hogy mi történik az agyban, a szervezetben, amikor a skizofréniáról beszélünk? Sajnos nagyon egyszerűen nem tudom elmondani, ez annál sokkal komplexebb, nagyon sok információnk van, bizonyítékokon, kutatási evidenciákon alapuló adataink vannak, hogy pontosan mi történik mondjuk egy szkizofréniás betegség akut epizódja során. Az epizód, hogy egy eset, tehát amikor valaki nél kibontakozást nyernek a tünetek, azt nevezzük epizódnak. Az epizód, igen. A szkizofrénia jellemzően egy hosszú lefolyású betegség, különböző, mint általában a betegségekben vannak jobbindulatú, kevésbé jobbindulatú formái, de zömmel egy hosszabb távon jelentkező betegség, aminek vannak időszakosan akut epizódjai. Az akut epizódok között egy jóindulatú betegségnek gyakorlatilag nincsen észrevehető tünete, nem befolyásolja az illető személy funkcióit, munkáját, család életét, és hát vannak azért rosszabb indulatú formák is, de hogy a kérdésre visszatérjek, azt biztosan tudjuk, hogy amikor egy ilyen akut epizód zajlik, ez azt jelenti, hogy ilyenkor a beteg érzékcsalódásuktól, nagy hatékonyságú téveszméktől szenved. Ilyenkor az agynak egy bizonyos területe, ami ezt a központi működést szabályozza, túlműködik. Ez a túlműködés jelenti az akut epizódnak a neurokémiai alapját, vagy a hátterét. Túlműködés alatt mit értünk? Tehát mihez képest történik más? Egyrészt a saját önmaga normál állapotához, másrészt pedig, amit evidenciák és kutatások is igazolnak, ezeknek a betegeknek, akik szkizofréniával élnek, ezek az idegrendszeri struktúrák érzékenyebbek, szenzitívebbek, ingerekre hevesebben reagálnak, elhúzódó ingerületben vannak bizonyos stimulusok hatására, és hát ezt nyilván sok külső esemény befolyásolja, de hogy a legvégső magja, amit ma tudunk a betegségről, az körülbelül ez. Ugye azt olvastam, hogy az egyik legtöbb félreértés vagy tévhit övezi a skizofréniát. Mik ezek a tévhitek? Hát azt gondolom, hogy a leggyakoribb az, hogy akkor ez a többszörös személyiséggel való összekeverés. Azt gondolom, az teljes hülyeség? Mert ugye a filmek is szólnak erről, hogy van, akiben nem tudom hány személyiség lakik, és akkor ő skizofrén, vagy ön skizofrént említ, ugye? Tehát úgy mondják helyesen? Én úgy gondolom, hogy skizofrén a helyes, ugye a görög eredetiből ott nem S-sel, hanem S-szel van a skiz is, az a hasadást jelenti. A szkizofréniában nem több személyiség van, ez egy ember, akinek a működése súlyosan károsodott az akut epizódok során. Ilyenkor általában ilyenkor plusz van, a normál működéshez képest plusz érzékelés történik, plusz gondolkodás, gondolattartalom van. Amikor pedig nem az akut epizód van, hanem mondjuk egy ilyen köztes, stabil állapot, akkor meg gyakran ezek a betegek inkább kevesebbet mutatnak, érzelmi bevonódás, aktivitás, vagy a kognitív képességek az átlagukhoz képest alulműködnek. 100 000 embert érint Magyarországon, 104 000 ember, ilyesmit találtunk, azért az egészen megdöbbentő szám. Az annyit jelent, hogy 100-ból egy ember ma Magyarországon szkizofrén. Ez egy kisebb, de hogy kisebb, szerintem ez egy nagyobb vidéki városnak megfelelő populációt jelent. Tulajdonképpen egy olyan definíció volt, ami nekem nagyon beszédes volt, az pedig az, hogy a hasad a szellemi funkció. Tehát, hogy innen eredhet a kifejezés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a tettei, a gondolatai, azok az érzelmeivel nincsenek összhangban? A hasadás, mint mechanizmus, és mint a betegség központi mechanizmusa, ez egy 100 évnél régebbi gondolat, egy Bleuler nevű remek svájci pszichiáter
hipotéziséből alakult ki. Ő adta egyébként a szkizofrénia nevet is, ami ugye a ógörökből az elme hasadást jelenti, magyar hivatalos nyelvhasználatban is továbbra is így használják a hasadásos elmezavar. És Bleuler hipotézise volt az, hogy a személyiség intellektuális magjáról vagy intellektuális funkciójáról lehasadnak az érzelmi és egyéb funkciók, és ez a központi mechanizmusa a betegségnek. 100 évvel ezelőtt azért még jóval kevesebbet tudtunk, ma már sokkal másképpen gondolunk a betegségre, ma már konszenzus van a biológiai pszichiátria szakmán belül legalábbis arról, hogy a szkizofrénia az az agynak a betegsége. Ez genetikailag kódolt, de kell valami, ami életre hívja, tehát aktivizálja. Mondjuk stressz, tehát kitettség, nagy fokú érzelmi kitettség. Például így van. Ma már az orvostudomány nem csak a pszichiátriában és nem csak a szkizofrénia esetében általában is úgy gondolja, hogy egy betegség megjelenése az a gén-környezet-kölcsönhatásnak a fókuszában történik. A szkizofréniáról is egészen biztosan tudjuk, hogy jelentős a genetikai meghatározottsága. De hogy pontosan ez a gén melyik lenne, az ugye a kezdeti időszakban volt egy ilyen optimista elvárás, hogy megtaláljuk a szkizofrénia génjét, és akkor ezt különböző manipulációk révén tudjuk korrigálni, és akkor meggyógyul a betegség. Sajnos ez nem így van. Nagyon sok gén, ami az idegrendszer fejlődésében, a intrauterin, tehát a magzati élet során ugye történnek az idegrendszer fejlődésének azok a korai lépései, amikben, hogyha hiba történik, akkor az sokáig lappangva marad, és később érzékenyíti az idegrendszert, érzékenyi teszi az élet során egyébként mindenkit elérő stresszekre, pályaválasztás, párkapcsolat, munkahely, iskola és a különböző egyéb exogén dolgok. Ha családilag érintett volt valaki, akkor 20-40%-kal nő állítólag az esély nála, hogy előfordul, azért az egy elég számottevő szám. Ugyanakkor azt mondja, hogy például a stressz hívhatja életre. 15 és 35 között szokott leggyakrabban előfordulni, és azt mondják, hogy van egy életvezetési törés. Ezt hogy kell elképzelni? Csak hogy átélhető legyen. Történik valami nagy fordulópont az ő életében, amitől hirtelenjében valami aktivizálódik? Valójában ez egy régi, nagyon régi megfigyelés, hogy a szkizofrén betegek valóban így ebben a fiatal életkorban van egy maximum, amikor megjelenik leggyakrabban. Ilyenkor ezek az emberek iskoláskorúak, jó esetben egyetemista korúak, és hát elindul a betegség, és akkor a tanulmányok megszakadnak, kiesik a környezetéből, a közösségből, amennyiben nem teljes mértékű, vagy nem jól sikerül a gyógyulás, vagy visszaesések követik az első epizódot, akkor ez a tanulmány ez végleg megszakad, tehát eltérül a pálya, megtörik egy egyébként ígéretesen induló tanulmány, vagy egy sokra hivatott tehetségesnek mondott gyermek esetében, vagy fiatal esetében látjuk ezt a törést, igen. Ők elkezdik torzítva látni a valóságot? Tehát valami egészen másfajta valóságérzékelés lép életbe? Amikor az akut epizód kialakul, akkor ez történik meg. Ez a úgymond a pszichózis, ugye ez mindig egy másik ilyen nehéz fogalom, hogy pontosan mit jelent, az nagyon röviden és a legáltalánosabb definíciója szerint az a valósággal való kapcsolatnak a megszakadása, vagy a torzulása. Az egy következő fázis, ugye, a pszichózis, tehát nem úgy kezdődik, hogy valaki hirtelen pszichózis formájában nyer mindez teret, hanem az már egy előre haladottabb állapot. Akkor válik, akkor lepleződik le, hogy a háttérben megbúvó nem specifikus problémák, ugye ilyenkor alvászavar van, koncentrációs zavar van, szorongás van, nem specifikus hangulatzavar van, kedvetlenség van. Tehát olyan tünetek vezetik be a lappangás időszakban a szkizofrénia megjelenését, a pozitív időszak vagy epizód megjelenését, amik nem specifikusak, nem jellegzetesek, bármilyen más problémában előfordulnak, serdülőkorban szokványos módon jelentkeznek. Ugyanakkor pszichózis esetén, tehát ennek a igazi nagy manifestációja során mi történik? Tehát az már az üldözéses szakasz, tehát amikor paranoiddá válik, amikor elkezdi azt gondolni, hogy őt megfigyelik, amikor már lázálmok gyötrik?
zömmel ezek az élmények így fokozatosan és lappangba és lépcsőzetesen épülnek ki. És hát egy típusos esetet tekintve, sok típusos eset van természetesen, egy típusos esetet tekintve, akkor egyszer csak megjelenik egy kulcsélmény, ami a gyülekező és halmozódó feszültségre egyféle megoldást ad, hogy na most akkor itt azért volt ez az egész, mert hogy ő elhivatott valamire, vagy őt, ő vele valamilyen szándéka van valakiknek, és akkor ebben a pillanatban megváltozik a magatartás, de ezek nagyon ritkán van, úgyhogy egyik nap még semmi nem látszik, és másik nap már kész a betegség mindenki számára nyilvánvalóan. Ez azért mindig egy bizonyos időt vesz igénybe. De amit ő most mondott, az ilyen kiválasztottságérzés jelleget öltött. Ez gyakori? Gyakori, de nem azt mondanám, hogy ez a leggyakoribb. A szkizofréniában jellemzően inkább egyféle ilyen paranoid élményfeldolgozás kíséri az állapotot, ami azt jelenti, hogy üldöztetés van, figyelik, követik, befolyásolják, irányítják. Ő ezt miért hiszi? Hát ennek a magyarázata az továbbra is, a pontos magyarázata várat magára. Jól beazonosítható, ugye egy érzékelésnek a végén születik egy érzet, egy tapasztalat. Ennek a folyamatnak sok különböző fázisában torzulás történhet, aminek lehet a következmény az, hogy a végeredmény teljesen más lesz, mint ami a valóság valójában. Bizonyos jelenségek, amik nem jelentősek, túlzott jelentőséget kapnak a betegnél, kiemelkednek a környezetből, irreleváns részletek, például valaki úgy észleli, hogy őt figyelik a villamoson, akkor elkezd tekingetni, akkor előbb-utóbb fölhívja magára a figyelmet, és valóban elkezdik figyelni a villamoson. Tehát ilyen önmagát erősítő kör tud kialakulni, és ezzel párhuzamosan az idegrendszernek a funkciója is eltolódik abba az irányba, amikor előkészületben van egy teljes epizód kialakulása. Tulajdonképpen az illető nem tud differenciálni a megfigyelések közt, tehát a jelentéktelen apróságoknak is óriási jelentőséget tulajdonít, csak és kizárólag azért, hogy az ő általa megalkotott ideológiába ez be tudja illeszteni? Ez nagyjából fedi is a valóságot. Sokáig, vagy hát bizonyos ideig kezdetben azért megvan a lehetőség, meg a kételj, meg az aggály. Tehát próbálja ezt feldolgozni, hogyha őnek egy ilyen észlelése van, hogy figyelik a villamoson, hogy akkor ez mitől lehet, keres racionális magyarázatot, ingadozik a valóság helyes értékelése és az ő szubjektív világában bontakozó és épülő érzékelés vagy feldolgozás között. És hogyha ez jó időben kap segítséget, vagy nem megy tovább a folyamat, nem mindig megy ez tovább egyébként. Ez a lappangás. Nem minden lappangó állapotból lesz aztán pszichózis, vagy szkizofrénia. Az mi múlik, hogy ez megállott? Sok minden befolyásolhatja. Egy rosszul időzített rekreációs droghasználat, vagy egy nagy stressz, vagy egy kudarcélmény, ami egy ilyen előkészületben lévő vulkánnak, tehát mint nem vulkán, nem is jól mondom, hasonlat inkább, mint egy ilyen túltelített elejben egy szikra előidézheti azt, hogy akkor így olyan vágányra kerüljön, ahol már nem fordul vissza. Hogy érti az, hogy rekreációs drogélmény? Hát a szakmában nagy konszenzus van azzal kapcsolatosan, hogy az arra hajlamos személyeknél gyakorlatilag mindenféle tudatmódosító szer használata kontraproduktív, növeli a kockázatot. Nem gondoljuk, hogy önmagában egy kannabisz, vagy egy metamfetamin, vagy egy ketamin, vagy egy bármi parti drog használata önmagában okozna szkizofréniát, de az arra hajlamosaknál ez sajnos hozzájárul, ezt megint csak evidenciák és nagy statisztikák mutatják. Tehát felerősítheti és aktivizálhatja azt, ami korábban csak lappangott, de még nem tört elő. Így van, igen. Azt én jól olvastam, hogy tulajdonképpen 50%-a a szkizofréneknek vagy alkohol, vagy drog problémákkal is küzd. Tehát, hogy minden második ember azért ilyen értelemben is érintve van. Különböző statisztikák vannak, de kétségtelen nagyon gyakori közöttük a másodlagos diagnózis, ez a szerhasználat. Ez miért van? Ez hívja elő, és így lesznek szkizofrének, hogy a szkizofréneknek ugyanúgy megvan a hajlama, hogy szenvedélybetegekké is váljanak. Általánosságban elég nehéz ezt pontosan meghatározni, mindig az egyedi esetnek az alapos elemzése segíthet abban, hogy melyik volt előbb a szerhasználat, vagy a pszichózis, vagy a hajlam, vagy a szerhasználat.
a mindennapi klinikai tapasztalatban látunk ilyet is, olyat is. Látunk olyat is, hogy valaki masszívan, rendszeresen használ szert, és akkor kezdetben csak egy-két szerhasználat után jelentkeznek kvázi pszichotikus tünetek, halucinál, és nyugtalanná válik, és üldöztetéses élményei vannak, és aztán, amikor már nem használja a szert, akkor is jelentkeznek az élmények, tehát ott ebben az esetben nagy valószínűséggel a szer kitartó használata, triggerelő hatása következtében van. De azt is látjuk, hogy alkalmi használóról van szó, akinek föltehetően az alkalmi használat nélkül is kialakult volna a pszichotikus állapota, vagy elindult volna ez a szkizofréniás betegség folyamat, és az, hogy kialakult a betegség folyamat, ez nem jelenti azt, hogy ő akkor abba hagyja a szerhasználatot. Nyilván Magyarországon ez az alkohol a legelterjedtebb ebben ebben a összefüggésben, de hát a nagyvárosokban azért nem csak az alkohollal kell számolnunk. Ebből következik, hogy jó része a betegeknek vagy munkanélkülivé válik egy idő után, vagy szegény lesz, de a hajléktalanság sem kis százalékban van jelen. Tehát, hogy ez egy ilyen ördögi kör, van egyfajta elhatalmasodó betegség, találkozik valamilyen szerrel, és onnantól ezen nincs megállás a lejtőn? Sajnos ez egy rossz kimenetele, de létezik ez a betegségkarrier, ahol a nehezítő tényezők nagyobb jelentőséggel képviseltetik magukat, mint a betegségből való kilábalást támogató tényezők, és ez egy jellegzetes karrier lehet. Elveszíti a munkáját, a család nem tolerálja, ki veti magából a család, ő maga sem tesz túl sok mindent azért, hogy ez ne így történjen. Előbb-utóbb anyagi nehézségek támadnak, a lakhatás is veszélybe kerül, és hát sokan a hajléktalanok között a mentális zavaroknak általában is az aránya lényegesen magasabb. Nem. Józan paraszti észre is belátható módon, és a szkizofréniára ez szintén igaz. Velük nagyon nehéz együtt élni, ugye? Egy idő után, amikor már a pszichózis megjelenik, onnantól fogva a környezet egy nagyon kiszolgáltatott állapotba kerül. Hát abban az esetben, hogyha nem történik adekvát támogatás, segítségnyújtás, kezelés. Tehát azért az nagyon fontos leszögezni, hogy ezek azoknak a betegeknek a döntő többsége, akikben kialakul valamiféle olyan mértékű belátás, ami szükséges és elégséges ahhoz, hogy tartós együttműködést alakítson ki, nem csak a pszichiáterrel vagy az orvosával, hanem az ellátó hálózattal, rendszerrel, ott azért nem föltétlenül ilyen tragikus ez a karrier, és nem a hontalanság, vagy a hajléktalanság, és az utcán való élet a végkimenetel. Tehát a betegeknek kb. Egy harmada az, aki képes tartósan munkát vállalni, dolgozni, a családban maradni, jövedelmet produkálni. Ők tulajdonképpen teljes értékű életet tudnak élni, gyógyszeres kezelés nyomán, erről meg fogunk beszélni. Igen. A másik két harmadnak azért nagyon rossz a karrier kilátása, ugye már, hogy beteg karrier, ezt a szót használta. Igen. Hát a legrosszabb, ugye ez előbb említett ez a jó kimenet. A legrosszabb kimenet az, ahol nagyon fiatal korban elindul, még mielőtt egyáltalán a szakmát szerzett volna, vagy valami bármilyen egzisztenciát létesített volna. Ott gyakorlatilag az életének az elején, mielőtt a pálya elindul, akkor megjelenik a betegség, és onnantól kezdve nagyon nehéz tovább lépni. És a kettő között van egy olyan epizód, aki vagy olyan egyharmad körülbelül, akik gyakrabban visszaesnek, ritkábban érik el azt a javulási szintet, hogy képesek legyenek dolgozni, tartósan dolgozni. Hát ők nyilván fokozottabb támogatásra, védett munkahelyekre, nagyobb odafigyelésre, sűrűbb szociális háló ellátásra szorulnak. Ugye a halucináció és a hangokat hall, és gyakran kísérő tünete ennek a betegségnek. Arra van valami magyarázat, hogy ez minek a következtében történik így? Tehát mi idézi elő, hogy valaki már halucinál? Mert nem elég, hogy különféle jeleknek tulajdonít mindenfajta jelentőséget, a halucináció, gondolom én teljesen dilettánsként, az már egy másik szintje ennek a betegségnek. Igen. Halucináció az önmagában ugye az érzék csalódást jelent, és ez a leggyakoribb valóban, vagy a el is közismertebb a hanghallás, de bármilyen modalitásban, tehát bármilyen érzékszervi területről látás, ízérzékelés, szagérzékelés, testi érzések, ugye mindenhonnan, ahonnan kapunk szenzoros érzékszervi bemenetet,
azoknak a területeken lehet hallucináció. Hogy pontosan mi okozza ezt, mondjuk konkrétan a kérdésre válaszolva, a hanghallások esetében sok vizsgát igazolta, de nem 100%-osan reprodukálva, hogy ezekben az állapotokban egyrészt egyébként a hallókéreg, amivel a normál hallást is végezzük, ott van extra plusz inger, ami nem kapcsolódik stimulushoz, illetve egy eléggé innovatív és egy elfogadott szkizofrénia modell vagy teória szerint egyféle diszkonnekció, tehát ilyen szétkapcsolódás történik az egyébként integráltan, összehangoltan működő agyi területek között, egy ilyen hálózatos működést elképzelve, és ez a szétkapcsolódás váltja ki azt, hogy mondjuk egy belső folyamat, egy belső gondolat felhangosodik, ezt nagyon gyakran érzékelik a betegek, és el is mondják, hogy hangosan hallja a gondolatát. Tehát ezt a jelenséget az én monitorozásának nevezzük. Ugye az én monitorozás az működik most is, hogy beszélgetünk, én érzem, hogy én beszélek, az én kezem mozog, tudom, miről beszélek, és én azt a saját gondolatomnak tartom, és a saját hangomon mondom el. Hogyha itt egy ilyen szétkapcsolódás van az egyébként nagyon összehangolt a működő területek között, akkor ez idegenné válik, nem érzem a sajátomnak, azt is érezhetem, hogy nagyon leegyszerűsítve, azt is érezhetem, hogy ezt valaki úgy tette be az én fejembe, vagy ez nem az, amit én akarok mondani. Ilyen is előfordul. Ez is elég gyakori tünet a szkizofréniában. Tehát, hogy valaki más tette ezeket a gondolatokat és mondatokat a fejembe. Igen, ezek a első rangú, így mondja a szakma, első rangú tünetek, amik egyike ez is, hogy gondolatbehelyezés, gondolatsugárzás, tehát amikor a beteg azt gondolja, hogy az ő gondolatait távolról tudják olvasni, cserélni, manipulálni. Azért ezek nagyon ijesztő hangzó. Nagyon rémisztő élmény, nagyon rémisztő élmény. Egy ilyen típusú ember még valamilyen szinten meggyőzhető arról, hogy ami vele történik, az egy nagyon torz valóságérzékelés eredménye, vagy ez már az a szint, amikor teljesen párhuzamos valóságban van? Amikor mondjuk egy ilyen tünetet átél, vagy ilyen tapasztalatot szerez a beteg, akkor hát ebben a időszakban már észérvekkel, racionálisan, vagy megnyugtatással, magyarázkodással, megmagyarázással nem sikerül. Ezeket nem lehet így korrigálni. Itt egyértelműen annak a biológiai idegrendszeri működészavarnak a gyógyszeres kezelése az, ami segíthet. És aztán később jó esetben, és ez nem gyakran meg is történik, utólag kialakul egyféle belátás, és úgy értékeli azokat az akkori élményeket, hogy az a betegségnek a tünete volt, és már nincsen, és már nem fogja azt gondolni, hogy őt még mindig manipulálják, vagy még mindig a gondolataival ügyeskednek kívülállók. Nem orvosi szempontból kérdezem, hogy miért gondolja azt, hogy manipulálják, de hogy miért ez lesz a téveszméje? Tehát miért pont a manipulációra és a másik által történő befolyásolásra ugrik így, és átsolja meg a fejében? Ez egy elég gyakori élménye az embernek, hogy nem hogy a gondolatát, hanem hogy őt próbálják terelni, irányítani. Ez szerintem így az evolúció során így a velünk élő környezetből jön. Az embernek mindig figyelni kellett, hogy akkor most mi fog történni, esik az eső, jön a barlangi medve, kitör a tűz, tehát mindig valami külső esemény persze ez volt. És hát aztán nyilván ez ilyen, a pszichiátria az mindig a kultúrában nagyon erősen beágyazott. Ami a kultúrában megjelenik, az a betegeknek a tüneteiben, a téveszméiknek a tartalmában, az szintén megjelenik. Hogyha arról van szó, hogy akkor az embereknek a gondolkodását a vezetők, vagy a királyok irányítják, megmondják, hogy mit szabad gondolni, mit nem szabad gondolni. Nyilván ezeknek hosszú történetileg kialakult sora van. Akkor a beteg ember az ezt úgy építi be, hogy őt az ő tudtán, akaratán, beleegyezése nélkül, vagy tudtán kívül manipulálják. Ez egy ilyen általános magyarázat. Az, hogy van ellenségképe, az gyakori? Vagy az kódolt, tulajdonképpen determinált ennél a betegségnél? Amennyiben erős paranoiditás jellemzi, tehát erős üldöztetéses, vagy ilyen gyanakvásos készenlét, akkor hát zömmel szokott lenni az, akire ő konkrétan gondol,
csak a leghétköznapibb a szomszéd, mindig a szomszéd, ugye, aki a csöveken keresztül őt megfigyeli, a szomszédból átszűrődő zajokban üzenetet vél hallani adott esetben. De ez nem föltétlen mindig történik meg, van, hogy egy általános fenyegetettségérzés. Nem mindig jól felépített, és mindig logikus a rendszer, amiben a betegek működnek, ez sokszor kaotikus. Maga az, hogy egy téveszme van, egy ilyen súlyosan kóros gondolat, annak a hátterében egyértelműen egy idegrendszeri működési zavar van, hogy ennek a téveszmének a tartalma micsoda, az így az élettörténetből, a beteg élethelyzetéből, előzményeiből, az átélt eseményekből, stresszekből megérthető, levezethető. De maga az, hogy miért van téveszménye, vagy miért halucinál, az csak az idegrendszer működési zavarából magyarázható. Az egy magyarázható dolog, ez meg a megérthető. Hogy a halucináció mit mond, egy Csontvárinak is mit mondott a hang, te leszel a világ legnagyobb plener festője, ez egy az ő belső világából, az ő ambícióiból megérthető, vagy levezethető. De az, hogy miért halucinált, az valószínűleg csak az idegrendszer működésének az avarával magyarázható. Itt különféle szakaszok vannak? Tehát, hogy valakit ér egy pszichózis, ő még mondjuk utána teljesen tiszta időszakokat is magáénak tudhat? Természetesen. Mi váltja ki, hogy következik majd egy újabb ilyen szakasz? Óriási statisztikai adatok szerint a leggyakoribb kiváltó oka egy visszaesésnek az a gyógyszeres kezelés abbahagyása. Ehhez járul nyilván plusz szerhasználat, plusz stressz, családi nehézségek. Tehát, hogyha így újra összeáll egy ilyen kombó, ami mindenkinek okozta nehézséget, akkor egy szkizofréniából meggyógyult, vagy felgyógyult, az epizódból felgyógyult beteg, aki abba adja a gyógyszert, ő nagyon védtelen, sokkal védtelenebb lesz. Most már több egyszer említjük a gyógyszeres kezelést. Ha jól sejtem, az első és legfontosabb dolog azonnal szakemberhez fordulni. A gyógyszeres kezelés az kihagyhatatlan, ugye? Tehát itt pszichoterápiával sokra nem megyünk. Ebben megint csak nagy konszenzus van a szakmában, hogy a szkizofrénia terápiájának az alfája az a gyógyszeres kezelés. Ott mi történik? Ezt a dopamin mennyiséget igyekeznek, vagy egyensúlytalanságot igyekeznek szabályozni? Gyakorlatilag a jelenleg elérhető és klinikai használatban lévő antipszichotikumok, amik a szkizofrénia kezelésére használatosak, ezt a dopamin túlműködést, amiről beszéltünk, azt korrigálják. Különböző utakon, különböző módokon, nagyjából ahány molekula, annyiféle hatásmechanizmus összeállás van. A végső közös nevező a dopamin hiperaktivitásnak a korrigálása. És ha ez nem történik meg, vagy abba marad, akkor felbomlik ez az egyensúly. Ha ez nem történik meg időben, akkor ez halad előre, mint egy lavina. Az egyik tév hit, hogy félreértés tán ezzel a betegséggel kapcsolatban, hogy ők közveszélyesek. Ezt kijelenthetjük, hogy ez nem így van, tehát nem kell ezektől az emberektől abóvó félnünk, ugye? Hát semmiképpen nem. Attól félünk általában is, amit nem ismerünk, és hát a szkizofréniát azt nagyon nem ismerik az emberek, és rengeteg a tévhit. Az, hogy ugye régi kifejezés ez a közveszélyes vagy önveszélyes magatartás, ma már a jog is úgy használja, és a szakmában is ez a veszélyeztető magatartást értjük az alatt, ami hát gyakorlatilag azt jelenti, hogy önmaga vagy mások életére, egészségére, testi épségére jelent közvetlen veszélyt, vagy közvetett veszélyt. Ennek az esélyét a leghatékonyabb módon úgy lehet csökkenteni, ha időben történik megfelelő ellátás, akár a korai fázisban, első időszakban, első epizódészelésekor, akár a későbbiek során. Egyébként, amennyiben ez nem történik meg, az semmiképpen nem egyenértékű azzal, hogy akkor ezek a betegek veszélyt jelentenek. Leginkább saját magukra, a saját elhanyagolják magukra. Arra jelentenek leginkább, de a környezetükre nem. Környezetükre is sokkal ritkábban jelentenek veszélyt. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen. Dr. Szekeres György után következzék Oravec Dániel, antistigma díjas, szkizofréniával élő festőművész. Noha időszakosan vannak pszichotikus epizódjai, minduntalan dolgozik, ír,
mi több, blogot is vezet. Ő következik. 25 évesen voltak éppen egyik napról, egyik pillanatról a másikra jelent meg nálad ez a betegség? Hát ez enyhe költői túlzás, hogy egyik napról a másikra, de tulajdonképpen így néhány hét leforgása alatt, mondjuk úgy, hogy a csodadiák kategóriájából hirtelen a mentális kihívással élő kategóriájában találtam magamat. A csodadiák az mit jelent? Hát ez azt jelenti, hogy volt nálunk egy ilyen kis legenda az egyetemen, hogy akik menő menedzserek voltak, menedzser palánták, a hónuk alatt a HVG-vel elég nagy, széles mosolyol az arcukon sétálgattak a kampuszon, és hát egy ilyen nagyobb arcméretű emberke oda ment az egyik barátomhoz, és mondta, hogy hát olvastad már a HVG-ben ezt, meg azt, meg azt, hogy hát látom, menő vagy, olvasod a HVG-t. És akkor ő mondja, hogy hát az a helyzet, hogy az Orovec az nem olvassa, az írja. Ez voltál te? Ez voltam én. És ehhez képest kerültél egy mentálisan sérült státuszba? Így van. Mi történt? Milyen jelekkel mondtakozott ez ki, vagy mutatkozott meg? Hát ezt úgy kell elképzelned, hogy gyakorlatilag, mintha új érzékszerveim aktiválódtak volna. Tehát, mint most van rajta egy szemüveg, rajtam ugye nincs szemüveg. Én átvenném a te szemüvegedet, és úgy látnám a világot, ahogy te. Ez derültékből villámcsapásként? Abszolút. Ültél a buszon, és egyik másodpercről a másikra lett egy sokadik új érzékszerved? Tulajdonképpen ez egy hosszabb folyamat volt, tehát néhány hét leforgása alatt zajlott le ez a történet. Először ilyen jeleket véltem felfedezni mindenhol. Úgy éreztem magam, mint egy Dan Brown regényben. Egy krimiben tulajdonképpen. Mint egy krimiben. Hogy téged követnek, vagy megfigyelnek? Inkább olyan volt, ilyen Dan Brown-os, Indiana Jones-os, mint hogyha én vélnék felfedezni olyan dolgokat, összefüggéseket, amik amúgy nem feltétlen voltak ott. Mondj egy példát. Mondok egy példát. Én ekkoriban Veszprém és Budapest tengelyen mozogtam, és például Budapesten egy barátommal körbejártuk a fél nagykörutat, térburkolatokat elemezve. Kezdtük a bazilika előtt, és én minden térburkolatot kielemeztem, hogy milyen jeleket látok a térburkolatokban. De milyen jeleket láttál? Hát ilyen történelmi összefüggéseket. Most konkrét példát nem tudok erre hozni, de... Te nyakánál előrángatott összefüggések voltak? Bármilyen realitásuk volt? Így utólag én azt látom, hogy biztos vagyok benne, hogy valamely tudatosságot véltem felfedezni a minták összefüggésrendszere között. Ami ijesztő volt, hogy gyakorlatilag ilyen proféciztikus látomásaim voltak. A látomást az hogy kell elképzelni? Ezt úgy kell elképzelned, hogy ugye mindenki másképp érzékel. Tehát én azt gondolom, hogy te most érzed valahogy a hőmérsékletet, például érzékeled valahogy ebben a helységben, ahol vagyunk. Én egészen máshogy érzékelem ezt. Ugye te szemüvegben vagy most, én most éppen nem vagyok szemüvegben, a szemünkkel is másképp látjuk a teret. Na most én a gondolataimon keresztül érzékeltem azt, hogy a földön kívüliek fölveszik velem a kapcsolatot. Ültő helyedbe üzennek neked. Tulajdonképpen ez úgy történt, hogy kiártam egy Kávária dombra, Veszprémben élek én, akkor is Veszprémben éltem. Ugye ezek nem az én gondolataim voltak, ezzel teljesen tisztában voltam, hogy ezek ilyen üzenetek rajtam keresztül. Miket üzentek? Gyakorlatilag, amit én tapasztaltam itt, hogy ez a bolygó, ahol élünk, a Föld nevű bolygó, ez a Planet Earth, tehát Planet Earth, E.T. ugye Earth Territorial, tehát hogy a földön kívüliek. Tehát hogy a földön kívüliek tervezésre használják ezt a bolygót. Ez hogy hallja az ember? Ez sugalmazás, belül valaki ezt mondja, vagy meggyőződéseként hirtelen ennyibe egy ilyen hitvallásává válik? Tulajdonképpen ez nekem olyan volt, mintha verset írnék. Tehát egymás után jöttek a sorok? Egymás után jöttek a sorok, nem gondolkodtam, csak sercegett a toll a papíron, és mint ahogy verset írok egyébként, írtam ezeket a gondolatokat. Valaki mondta is ezt a fejedben? Ide akarok kiukadni, hogy nem hallottam hangokat, de azt éreztem, hogy mint egy csatorna úgy működtem gyakorlatilag ezekben a pillanatokban. Ezek logikus okfejtések voltak? Tehát konkrétan arról volt szó, hogy ez egy tervezőbolygó, az állatok bolygója, mi azért születünk meg ide, hogy tanuljunk egymástól, tanuljunk az állatoktól,
tanuljunk a növényvilágtól. Gyakorlatilag azért születünk ide, hogy fejlődjünk. Ezeket te el is mondtad a környezetednek? És itt jött a csavar, hogy én amiket itt lejegyzeteltem körülbelül 5-10 ilyen A4-es papírra, ezeket én elő is adtam konkrétan a diplomavédésemen. Mert hogy itt jön a csattanó, előbb volt, mint a diplomavédés végén, ahol egyébként lelövöm a poént, nem volt csattanó, hogy a diplomavédésem napján bementem a szerkesztőségünkbe, mert hogy én egy diáklapnak voltam az alapítója itt az egyetemen, és hát ahova minden nap bejártam, minden nap dolgoztam számítógép, azt a számítógépet bekapcsoltam, és ezen a gépen a monitor sarkában egy villogó repülő csészealjat láttam. Megtörtént. Tehát ez ott volt hetekig egyébként. Rákattintottam. Hát én most elmondom, egy Overnet nevű szájtra kalauzolt ez engem. Ugye rögtön beindult a fantáziám, hogy intranet, amikor egy szobában gépek össze vannak kapcsolva, internet, amit élünk ugye manapság. Overnet, hát mondom, húha, már a neve is izgató volt. UFO-s dizájnnal. És angol nyelven kommunikáltak ott velem, hogy egy felsőbb intelligencia vagyunk, felvettük most veled a kapcsolatot, és megkérünk arra, hogy oszd meg a tapasztalataidat az embertársaiddal. Mindez angolul. Hát én megmondom, ha már ez így van, mondom, én poénra veszem, én igaz, hogy egy országos diákportálnak voltam akkor az alapítója, de fóliákra nyomtattam ki a diáimat, tehát nem egy digitális prezentációt vittem be, hanem gondoltam, hogy írásvetítő milyen poén lesz majd ez az egész történet. És bemegyek a diplomavédésre, és képzeld, Endre, ott tartottam egy előadást arról, hogy hogyan vették föl velem a kapcsolatot a földönkívüliek, amiket most elmeséltem neked, hogyan irányítják a bolygónkat, a bolygónkon belül minden cégvezető tudatát, cégvezetőkön keresztül az emberek tudatát. Amikor te ezt mondogattad. Igen. A gyanú legkisebb árnyéka sem ütött szöget a fejedbe, hogy lehet, hogy te most zöldségeket beszélsz? Tehát annyira magától értetődőnek tűnt, annyira hitelesnek gondoltad, amikor mondtad, hogy te tudatod 100%-ával vallottad azt, ugye? Abszolút. Hogy néztek rád? Hát az érdekes az volt a történetben, hogy körülbelül 20 percig hallgattak. Azt hitték, hogy poén? Várták a csattanót. Na az volt a csattanó, hogy nem volt csattanó. Dermedt csönd. Dermedt csönd a teremben, kivezettek a teremből. Azért az egészen megrendítő lehet. Az megrendítő volt. Azért volt főleg megrendítő, mert egy héttel előtte elárulom nektek, hogy gyakorlatilag kiemeltek. Volt egy próba diplomavédés, ahol jelezte a konzulensem, hogy ő úgy érzi, hogy ők ezért tanítanak, ilyen egy menedzser nagyon gratulált hozzá, és várta, hogy egy hét múlva behívja a teljes tanári kart az én védésemre. És én valójában az se zavart, hogy kivezetnek a teremből, mert úgy fogtam fel, hogy én, amiért oda mentem, azt megtettem. A küldetésed teljesítve. A küldetés teljesítve. És itt jön a csavar, Endre. Én bekerültem gyakorlatilag innen egy olyan rendszerbe, amit úgy hívunk, hogy pszichiátria. Önszántadból? Édesanyám vitt el, ő megkért, hogy menjünk el orvosokhoz. Valójában én nem tudtam, hogy hol vagyok akkoriban, még 2003-at írtunk. Hangsúlyozom, ekkoriban a pszichológia szó is szitokszónak számított sajnos Magyarországon, nemhogy a pszichiátria kifejezés. Te akkor döbbentél rá, amikor bezárultak a kapuk, hogy te hol kerültél? Na hát ez is egy poénos történet, mert hogy bekerültem az egyik, nem Veszprémbe, hanem egy másik városba, vitt édesanyám, mondta, hogy megyünk pihenni. Egy kastélyparkjában találtam magam. Na most el kell mondanom neked, hogy úgy, hogy 25 évesen voltam. 5 darab A4-es lapra írtam le a terveimet annak idején, azzal alapítottam egy országos diáklapot. Készültem a diplomavédésre, ugye, ahol kiemeltek. Azt hittem, hogy valami baromi nagy dolog fog történni az életemben. És amikor egy kastélyparkjába vittél az anyám, na mondom, itt jön ám az igazi küldetés, mondom, hogy kastélyba vagyunk, minden. Nekem nem tűnt fel, hogy ott mindenki pizsamába volt. És poénkodtunk, ott ilyen idősebb játékosok is voltak, poénkodtunk össze-vissza, és én megfogtam a teámat, föltettem a fejem tetejére, mert jó ötletnek tűnt, volt ilyen szakasza is ennek az epizódnak, amiről én még nem tudtam, hogy ez a pszichiátria epizód, amiben én benne voltam akkor. És a Se élet, betyár élet című nótát elénekeltem, és
táncoltam a fejemben a teával. Te korábban nem az a fiú voltál, aki ilyen bohóságokra kapott nem igazán, volna? Nem igazán. Akkor se tűntél magadnak gyanúsnak ezen közben? Még mindig nem tűntem gyanúsnak. Akkor már igen, amikor viszont ráömlött a te az ágyamra, és annyira teltház volt a kórháznak ezen az osztályán, hogy hangsúlyozom, minden különösebb indok nélkül egy helyen volt szabad ágy a megfigyelőben. Na, amikor oda bekísértek engem arra az éjszakára, azt embernek nem kívánom, Endre. Tehát egy fehér lecsempézett szobában döbbentem arra rá, hogy ez nem a zsenialitásnak a mellékterméke, ez nem az, hogy a fény árnyékkal jár. Én valamit nagyon elrontottam. Azt gondoltad, hogy te rontottad el? Én azt gondoltam ott. Az az éjszaka, az maga volt a pokol. Olyan volt, hogy... Bocsáss meg. Mondjad. Olyan volt, mint egy kiózanító pirula. De gyakorlatilag ott volt egy olyan negatív heuréka élményem, hogy másnap én már tudtam, hol vagyok. Gyakorlatilag másnap éjszaka nyilván, tehát azon analizáltam, hogy egy kórházban vagyok, és ez a pszichiátria. És mivel ez a betegség, amivel én élek együtt, a szkizofréniának egy ága egyébként, ez azzal jár, hogy az embernek nincs betegségbelátása, főleg a betegség elején. Én ott a kórházban minden nap összepakoltam, és haza akartam jönni. Meddig voltál ott? 3 hetet töltöttem benne a kórházban. Arra nem gondol az ember, mikor egy ilyen fehér csempézett szobában tök egyedül ücsörög, hogy te jó ég, lehet, hogy megtébolyultam. Ez megfordult a fejedbe? Ez olyan szinten megfordult a fejembe, hogy amikor kijöttem a kórházból, és a pszichiátria mellett a pszichológia mélységével is elkezdtem gyakorlatilag ismerkedni egy segítőm segítségével, akkor ő rám nézett, és annyit kérdezett tőlem, hogy milyen érzés volt, hogy egy kicsit megbolondult. Hú, ez elég megrázó mondat. Ez megrázó volt. Kérdésként tette föl, tehát nyilván erre úgy reagál az ember, hogy hallgat. Ugye Márai mondta, hogy azon, az ember rádöbben valamire, akkor elcsendesedik. Velem is ez történt ekkor. Én úgy éreztem, hogy ahogy megyek az utcán, néznek az emberek, és rám sütik, hogy ott megy a bolond. Volt, aki rácsütötte akkor, vagy úgy nézett rád? És ennek volt alapja egyébként. Volt egy évfolyamtársam, aki engem, mikor kijöttem a kórházból, felhívott telefonon, és az volt az első kérdés, hogy szia Dani, azt hallottam, megbolondultál. Sokkoló volt, Endre. Sokkoló volt. Szüleid mit mondtak? A szüleim alapvetően, most anélkül, hogy felfedném, hogy melyik őjük melyik, ők gyakorlatilag abszolút két ellentétes póluson mozogtak az elmúlt 20 évben, mert ugye idén 20 éve történt velem ez az első epizód. Az egyik ősöm tagadásban él, tehát ő mai napig azt hiszi szerintem, hogy én zseni vagyok, és hogy a fény árnyékkal jár, és ez a fény, ez ekkora árnyékot hordoz magával. Már a betegségről nem akar tudomást venni. Betegségről ő nem néz vele szembe. Én ezt tiszteletbe tartom, de én érzem, hogy ő ezt nem kezeli betegségnek. A másik pedig megpróbál pátyolgatni, gondolom. A másik egy ilyen, mint egy jó tyúkanyó, vagy tyúkapó, ezt most ilyen találós kérdésként teszem föl, ő pedig együttműködő, van belátása, gyakorlatilag úgy kezel, hogy nem úgy kezel, mint egy... tehát nem különböztet meg, tehát nagyon elfogadó az én irányomba, de érzem rajta, hogy úgy finoman szeriden ott van a háttérben, és úgy érzi ennek az egész helyzetnek a súlyát. Még a szülőkről annyit, hogy én ezt egy tanulmányból tudtam meg, hogy nekem nagyon nehéz volt a gyerekkorom olyan szempontból, hogy nem találtam a kapcsolatot a szüleimmel. És akinek ilyen nehéz a kapcsolat az őseivel, ezt úgy hívja a szakma, hogy double bind, dupla hurok magyarul. Ott, hogyha mind a két szülővel nehéz a gyermek kapcsolata, nagy valószínűséggel mentális kihívással élő lesz. Ez szerint a tanulmány szerint egyébként konkrétan szkizofrén, vagy skizofrén, ahogy a köznyelv mondja. De szkizofrén, és ebből fakadóan nem talál kulcsot a szüleihez, vagy emiatt aktivizálódik valami? Tulajdonképpen, hogyha a gyermek úgy nő fel, hogy nincs kapcsolódása, rendes kapcsolódása a szülőkkel, nem érzi magát otthon a családban,
gyakorlatilag olyan dolgokat él meg abúzusnak, amik nem azok, mert ugye az abúzus nem csak ugye az abúzus, az bántalmazás, az nem csak fizikális lehet, hanem az lehet szóval is. Tehát te valami ilyesmire utalsz most? Én arra utalok konkrétan, hogy én most egyébként hiszed vagy nem, 20 év után döbbentem rá arra, hogy a fél életem az egy képzeletbeli sárkánnyal való harc volt. Ki volt a sárkány? A sárkány az volt, hogy nem szeretnek engem a szüleim. Adtak ők erre kétségbe vonhatatlan jelet, példát valaha? Én megmondom neked, hogy konkrét jelet nem adtak, tehát nem volt olyan, hogy mondjuk eltaszított volna bármelyik magától, vagy nem úgy bánt volna velem, ahogy az egy szülőtől elvárható. Hozzáteszem, más a szeretet nyelvük, mint az enyém. De nem genetikai meghatározottság nyomán alakul ki ez a betegség? Semmint, hogy gyerekkori történések hívják azt életre? Hát ez egy nagyon jó kérdés. A tudomány mai állása szerint egy része genetika, egy része az, amiről te most beszámoltál. Felmenőid közt volt valaki szkizofréniával érintett? Felmenőim között igen, az édesapám családjában volt ilyen családtagom, ha nem nevezném meg a diszkréció véget, de volt ilyen felmenőim között. Még ennek is lehet, hogy köze van ahhoz, hogy az egyik családtagod nem akar erről annyira tudomást venni, nem? Hát nem tudom, most jól ülsz-e, Endre, de ha már rákérdeztél a felmenőkre, az illető 25 éves koráig volt köztünk, én nálam 25 éves koromban indult a betegség. Tehát ilyen véletlenek szerintem nincsenek. Az mit jelent, hogy 25 éves koráig volt köztünk? Ő 25 éves koráig élt ezzel a betegséggel köztünk. 25 éves korában ő gyakorlatilag dimenziót váltott, így mondom, mert nem szeretném sokkolni a nézőket, hallgatókat. Tehát végzetes cselekményre avatotta magát. Így van. A betegség nyomán. Gondolom. A betegség nyomán, igen. Te ezzel mikor szembesültél? Mikor tudtad meg ezt a történetet? Hát én már fiatal felnőtt koromban tudtam meg ezt a történetet. De úgy, hogy még nem voltál érintett. Még nem voltam érintett. Na, menjünk tovább az időben. Okay. Azt mondod, hogy kijössz a pszichiátriáról. Így van. És előtanulmányaink során visszatérő elem, hogy te azt mondod, hogy darabokra tört az életem. Mi mindent vesztettél el? Tehát hogy kell ezt elképzelni, hogy amikor az ember mindezzel szembesül, akkor az a státusz, az a öntudat, az a kapcsolati háló, az mind eltűnik? Tulajdonképpen úgy kell elképzelned, hogy mindaz, amit én biztosnak hittem, az szertefoszlott. Embereket is vesztettél? Embereket is vesztettem, de nem feltétlenül az emberi része volt az, ami végzetes veszteségekkel járt, hanem önmagamat veszítettem el. Brutális érzés. Tehát senkinek nem kívánom. Igen. Az, aki addig voltál? Az, aki addig voltam, az gyakorlatilag elvesztettem azt az embert. Az apró lépések taktikáját választottuk annak idején a segítőimmel. Ugye pszichiáterről, pszichológusról beszélünk. És az apró lépések taktikájával tudtuk azt elérni, hogy erről a mélypontról, amit most beavattalak, hogy honnan indultam gyakorlatilag 20 évvel ezelőtt, eljutni oda, hogy újra funkcionáló ember vagyok, hasznos tagjának érzem magam a társadalomnak. Most is azért ülök itt, hogy a közösség hasznát szolgáljam, és aki hallgatja ezt a beszélgetést, az lássa azt, hogy ezzel a betegséggel lehet együtt élni, meg lehet tanulni, uralni, lehetsz az életed kapitánya, hiába kapod ezt a címkét, vagy nevezzük bárminek, és lehetsz boldog. Mert én boldog vagyok most, Endre. 20 év telt el azóta, de megtanultam boldognak lenni ezzel a betegséggel együtt. A betegséggel együtt, vagy a betegség ellenére? Én azt gondolom, hogy együtt, tudomány mai állása szerint az a helyzet, hogy ez a betegség gyógyíthatatlan jelenleg. Én elhatároztam, amikor megbeszéltük, hogy én jövök hozzád, hogy én ezt el fogom itt mondani nektek, hogy én eldöntöttem,
hogy arra teszem fel az életem, hogy én leszek az első föld nevű bolygón, aki meggyógyul ebből a betegségből. És ez a rajtad múlik szerinted? Én most vallásoktól meg mindentől független hívő embernek tartom magamat. Én azt gondolom, hogy ehhez nagyon nagy adag isteni kegyelem kell, de én azt gondolom, hogy az isteni kegyelem önmagában kevés. Van egy nagyon kedves kis mondás, hogy segíts magadon, Isten is megsegít. Te hiszel abba például, hogy az orvostudomány egyszer megugorja majd saját magát, és... Én hiszek ebben. Hiszek a csodában. Hiszel a csodába. Én hiszek a csodában. Tehát ha lenne egy pirula, nyilván nem így fog történni. Igen. És ha te ezt te bevehetnéd. Igen. Vagy majd beveheted valamikor. Igen. Azt te be is vennéd gondolkodás nélkül, és hús, elszállna ez a betegség. Mint a húzat. Mint a húzat. Titkon, vagy nem titkon. Igen. Hiszed is, hogy ez a pirula most metaforikusan, de elő fog állítódni? Én nagyon hiszek ebben. Nagyon. Rendíthetetlenül. Húrá optimista vagyok ezzel kapcsolatban. Olyan tünetekről számoltál be az elején, mint halucináció, pánik, paranoia, depresszió, kiégés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen vetésforgószerűen egyikben és a másikban találtad magad? Szakaszai vannak az én esetemben egy-egy epizódnak. Általában úgy indul, hogy egy ilyen nagyon nagy emelkedéssel nevezhetjük spirituális élményeknek ezeket. Gyakorlatilag ilyenkor könnyen kapcsolódom az embertársaimmal, érzem az érzelmeiteket, érzem a gondolataitokat, egy ilyen nagyon érdekes tapasztalással jár. Ezek a valós észleletek? Valós. 100%-ig? 100%-ig. Tehát nem arról van szó, hogy megint kiélesedik egy olyan érzékszerved, amely adott esetben képes megcsalni téged. Hát ez csak a jó Isten tudja, tehát ehhez pici vagyok, hogy erre válaszolni tudjak. Én a tapasztalatról tudok beszámolni, hogy nagyon sokszor van olyan ezekben az esetekben, hogy szinkronicitásról biztos hallottál. Ugye ez az, amikor gondolunk valakire, és ő fölhív telefonon. Na ilyenből nekem ebben a szakaszban több száz vagy akár több ezer van egy nap leforgása alatt. Ezek kvázi ilyen felfutásos szakaszok? Tehát amikor ilyen... Emelkedéses felfutásos szakasz. De ez a pszichózis előjele? Nálam ez eddig az volt. Ugye a pszichózis fogalmát azért tisztázzuk, ott mi történik veled? Tehát amikor te pszichózisba kerülsz, az egy nagyon vészjósló, baljós kifejezés köznapi nyelven. Hát nálam ez alvás problémákkal indul általában. Ez abban merül ki, hogy egyre kevesebb igényem van az alvásra. Olyan, mintha valami hatalmas energia központból táplálkoznék. Sokszor étkezni is minimálisat étkezem, tehát volt olyan, hogy 3 napig egy mandarinon el voltam. Igényed nincs rá, vagy étvágyad nincs? Máshol van a fókusz. Mind. Azon az élményanyagon, amit ilyenkor átélek. De folyamatosan pereg egy film? Folyamatosan pereg egy film, de ez úgy pereg ez a film, hogy úgy kell elképzelned, mint mondjuk az Avatar című filmet. De az szürreális. Elég szürreális, de ez is az. Tehát úgy kell elképzelned, mintha egy filmbe kerülnék bele, ami megelevenedik. Teljesen a tudatomnál vagyok, tehát a mai napig az összes epizódomra emlékszem. Csak el kell árulnom, hogy én egy jelenlétben élek, tehát én most itt vagyok veled, nem gondolok vissza ezekre, hanem zsilipelek. De ma hogy gondolsz vissza ezekre a látomásokra és észleletekre? Hát én ma úgy gondolok ezekre vissza, hogy ezek tapasztalatok voltak számomra, de én úgy gondolom, ezek a tudatjátékai voltak. Paranoiás képzeteid voltak-e? Nem voltak, ezek? Abszolút voltak. Tehát, hogy ellened fordulnak, megfigyelnek, igen. Kárt akarnak benned okozni. Abszolút. Szüleid is, a mikrokörnyezeted is. Itt ennek a mélypontját mondom el, jó? Tehát ennek a mélypontja az volt, Endre, hogy egy epizódom alatt körülbelül egy olyan 13-4 éve, ez volt a legmélyebb pont az életemben, azt éltem meg, hogy minden nap más családtagomat klónozzák a földön kívüliek. Hogy érted az, hogy élted meg? Nekem ez volt a realitásom akkor. De ő nem volt ott, amikor te azt képzelted róla, hogy épp most klónozzák? Nem, ott volt. Ott volt, csak amikor ránéztem, láttam, hogy most nevén nevezem. Az anyám már egy klón, az apám már egy klón, testvérem már egy klón, stb. Tehát nem azokkal beszélsz, akik valójában, hanem tulajdonképpen egy klónjukkal vagy épp körülvéve. Így van. És itt elmondom a mélypontot. Egyik reggel arra ébredtem, belenéztem a tükörbe, és mondom, te atya ég, már én is egy klón vagyok. Na ez egy nagyon durva tapasztalás volt. Ilyenkor mi a teendő?
Azonnal pszichiátriára kell menni? Hát tulajdonképpen azonnal. De ezt nem szabad megvárni. Tehát itt a legfontosabb az az, hogy ha jönnek az első jelek, mindenkinél más egyébként ez a jelcsomag, hogy minél hamarabb segítő szakemberhez fordulni, minél hamarabb orvoshoz fordulni, pszichiáterhez, pszichológushoz. Én egyébként azt javaslom nekem, ami bevált, hogy első körben pszichológus, folyamatos pszichológiai konzultációk, akkor is, ha jól vagyok, tehát nem bízhatom el magam soha. És ha érzi az ember, hogy beütött a ménykű, akkor nem várjuk meg a tűzijátékot, meg hogy emelkedünk, meg hogy húha, érzem a gondolataidat, meg nem tudom mi, hanem akkor bizony én bebattyogok a pszichiátriára, és akkor megtörténik a terápia. Ez milyen gyakorisággal fordul elő? Na most, ami jó hírem van, hogy én többször megcsináltam azt, hogy több mint 5 évig egyensúlyban voltam. Tehát addig nem kellett bemenni? Addig nem kellett bemenni. Be kell menni, mert én ugye folyamatos kontroll alatt vagyok, tehát ezt tisztázzuk, hogy én folyamatosan havi szinten megyek a pszichiátriára, kontroll alatt vagyok. Jársz terápiára is? Járok terápiára. És szeded a gyógyszert? És kapom a gyógyszert, így van. Ugye neked skizoaffektív pszichózis. Így van. A megnevezése a te betegségednek. Így van. Ezt kettő mondatban nagyon közérthetően, hogy mi, akik egyáltalán nem értünk ehhez. Tudod érzékeltetni, hogy mi a különbség egy klasszikus szkizofrén beteghez képest? Igen. Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból szerencsés vagyok. Bizonyos szempontból meg nem. Tehát a klasszikus szkizofrén betegek tudomásom szerint nagyon gyakran vannak ebben az epizód jellegű állapotban. Míg én az idő jelentősebb részében azt élhetem meg, hogy ugyan sokkal színesebb a paletta, amit végig kellett játszanom életem során, és nem feltétlen volt kedvem ehhez a játékhoz, maradjunk annyiban. Tehát ugye gondolok itt arra, hogy a hallucinációtól kezdve a depresszión át a kiégésig sok mindent éltem meg. De ilyen szempontból meg szerencsés vagyok, hogy az idő jelentősebb részében egyensúlyban vagyok. Tehát most például, ami kifejezetten jó érzéssel tölt el, hogy ilyen beszélgetés, mint amit most veled folytatunk, a közel 10 éves pályafutásom során, amióta ilyen segítőként, mint tapasztalati szakértő részt veszek a közösség életében, még nem volt. Tehát a te személyiségednek köszönhető az, hogy én ilyen egyensúlyban ezekről tudok beszélni, mert ugye ilyenkor újraélem, ezt tudjad. Föl is szokott zaklatni? Általában igen, és most nem zaklat föl. Ennek nagyon örülünk. Remélem, nem fogunk későbbiek során se fölzaklatni. Ami nekem nagyon reménykeltő volt, készülve belőled, hogy szerintem egy átlag ember azt gondolja, hogy aki ilyen betegségben szenved, azért az élet hétköznapi működése során sok-sok kihívással kell, hogy éljen, és nem is biztos, hogy párra tud lelni. Te párra lettél. Mégpedig tudomásom szerint az első randin, te későbbi feleségednek elmondtad azt, hogy neked ez és ez a problémád. Ez nagyon nagy bátorság kell. Pláne évekkel vagy évtizedekkel ezelőtt. Tehát ez nem úgy működik, hogy az ember beszámol arról, hogy nem tudom én, időnként be kell vennie valamilyen gyógyszert, hanem bele kell nézni egy másik ember szemébe, és azt kell neki mondani, hogy figyelj, én egy skizoaffektív pszichózisban szenvedek, vagy szkizofrén vagyok. Ilyeneket te könnyen elmondtál ismerkedés során? Nézzél, nekem az volt az elvem, hogyha itt a régmúltat elemezzük ilyen szempontból, hogy én hogyan álltam hozzá ez a párkeresés témakörhöz, hogy csak úgy lehetek boldog, ha hiteles vagyok ebben. Volt, aki elszaladt? Az az érdekes, hogy senki mással nem jutottam el korábban addig, hogy ilyen fázisba jussunk. Én úgy álltam ehhez hozzá, hogy csak akkor lehetek boldog hosszú távon, ha a majdani társam úgy szeret, amilyen vagyok. Ezzel a kihívással együtt elfogad és szeret. Nekem onnantól vált nagyon izgalmassá az életem, hogy körülbelül 10 év után megjött a betegség belátásom. Ezt így hívja a szakma. Magyarul szembenéztem azzal, hogy ez nem a zsenialitás, ez nem a nem tudom milyen lángelme képzeteknek a mellékterméke, ez a kihívás, mint problémakör, hanem ez egy betegség. És egy ilyen szempontból beteg ember vagyok, innen indulunk.
Tehát húztam egy mérleget, belenéztem a tükörbe, és elismertem magam előtt, hogy Dani, ezzel foglalkoznod kell. Tehát ami velem jár, az nem kis csomag. Olyan szempontból, hogy ezek az amplitudók, amiket én megélek, hogyha mondjuk azt mondom, hogy egy normál tudatállapotban lévő embertársam 1-10 skálán mozog, én mondjuk 1-1000 vagy 1-10000. Atya úristen, az bitang nagy különbség. Nagyon nagy különbség. Tehát ezt egyféleképpen lehet végigvinni, feltétel nélküli szeretettel. Sehogy máshogy. Volt, hogy te azt érezted olyan ember esetén, akire nagyon számítottál volna, hogy ez megrendült akár csak napokra vagy hetekre is? Az a pont, amit megosztottam veletek, hogy klónozták a családtagjaimat, ott tulajdonképpen volt olyan, ugye, amikor már engem is, tehát azt éltem meg, hogy engem is klónoznak, hogy ott gyakorlatilag mindent elvesztettem. Tehát tudatilag hozzáteszem, nagyon megnyugtató volt arra rájönni, hogy ez csak a tudatjátéka volt, mint sok minden más az életemben. De ők nem fordultak el tőled. Valójában ők nem fordultak el tőlem, tehát családom mellettem maradt. De azért ez hihetetlen nagy teljesítmény az ő részükről is, nem? Abszolút. Én ezért nagyon hálás is vagyok az összes családtagomnak. Hogy akkor, amikor, nem tudom én, ijesztő vagy, tudsz ijesztő is lenni, gondolom, nem rájuk nézve, hanem a te állapotod, az tud ijesztő lenni, nem? Nézd, Endre, tisztázzuk. Én most például érzem rajtad, hogy megutasztott a történetem. És ez teljesen természetes. Gondolj bele, 20 év kalandjait átbeszélni néhány percben, ez nagyon tömény. Ugyanakkor, amit szeretnék kihangsúlyozni, én mindig a béke követe voltam világéletemben. Attól nem féltél, hogy egyszer a tudatjátéka okán, a béke követéből következően, vagy nem következően teszel olyat, aminek te nem leszel tudatában? Én azt tudom mondani erre, hogy dehogy nem féltem. Féltem. Volt is, hogy hang mondta azt, hogy tegyél olyat akár magad, vagy más ellen? Nem. Ilyen nem volt, viszont ami volt, és ezért szeretném kiemelni a média felelősségét, hogy a filmek, a híradások, tisztelet a kivételnek hangsúlyozom, nagyon sokszor számolnak be olyan tapasztalásokról, amik egyedi esetek, és szinte általánosításként közlik őket. Ez rám is hatással van, volt, valószínűleg lesz is. Azt mondtad, hogy a legnagyobb stigma veled kapcsolatban az az volt, amit te képzeltél saját magadról. Bizony. És mitől fél a mentális problémával élő ember, mentális kihívással élő ember? Attól, hogy veszélyesnek tartják őt. Én ettől féltem nagyon. Sok ilyen volt? És én megmondom neked, volt egy családtagom, akinek főztem egy vacsorát, végtelen szeretettel. Én akkor éppen itt éltem Budapesten, lementem egy piacra, a legfrissebb, legszebb árukat válogattam össze, egy wokban készítettem neki vacsorát, és a csirkét egy nagy késsel aprítottam. Ő ott ült mellettem. Tudod, Danikám, ha nem gyerekkorod óta ismernélek, most félnék tőled. És akkor elvigyorodtam, mondom, tőlem. Mondom, most készítem neked a vacsorádat. És el is ütöttem ezzel a poénnal. De belül fájt. De nagyon. Nagyon. És itt az a kulcs, amit szeretnék átadni, hogy a legtöbb mentális kihívással élő ember az nem, hogy nem agresszív, tele van félelmekkel, begubózik a szobába, szobája sarkába, retteg. Tehát szeretetre szomjaznak ezek az embertársak. Szeretnének szeretni, szeretve lenni, tele vannak álmokkal, vágyakkal, célokkal, amiket elfojtanak magukba. Te azzal egyet értesz, hogy azért te a kevesek egyike vagy, aki ennyire tud egy teljes értékű életet élni, viszonylag problémamentesen képes menedzselni mindezt, alkot, tevékenykedik, ez azért nem annyira gyakori. Nem tudom, kérdezem. Endre, nem vagyok egyedül. Az tény, hogy nem is vagyunk sokan hasonló cipőben, de én azt kívánom, hogy minél többen legyünk ilyen cipőben, és azért is vagyok itt, hogy megosszam a módszertanaimat, hogyha nyitott vagy rá az embertársakkal. Egyrészt
Amióta letettem az önstigmát, teljesen más az életem. Tehát tudjatok róla, én ezért a betegségek különösebben tudatosan nem tettem. Ezt úgy kaptam útravalóra. Mondjuk azt, hogy ez egy kereszt, amit hordoznom kell. De amit viszont megtettem, hogy például most itt ülök nálad, elmondom a tapasztalataimat, és ezzel tudunk segíteni a közösségnek. És ami lényeges, hogy én nem élem meg átoknak ezt az egész dolgot. Tehát én igyekszem ezt megszeridíteni. Mindig jelen vagyok, mindig figyelek, és az apró lépések taktikáját választva az élet minden területén tudok funkcionálni. Nagyon fontos, hogy itt vagyok például ebben a nagy testbe zárva. De én naponta lapátolom el ezt a hegyet, és lapátonként el fogom lapátolni, ezt is elhatároztam. Mert hogy ebbe maradtunk, legyen ez a végszó, eldöntötted, hogy te leszel az első ember, aki meggyógyulsz ebből a betegségből. Abszolút. Hát ehhez kívánok sok erőt, és nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondtad. Köszönöm, Endre. Én köszönöm, hogy itt voltam.